Így karácsony környékén nagyon gyakran előjön Jézus Krisztusnak a neve, és talán nem mindenki tudja, hogy a Krisztus az neki nem egy vezetékneve, hanem a héber messiás kifejezésre utal, ami magyarul felkentett jelent. S régen Izrael királyait olajjal kenték föl, hogy a hatalmat így megmutassák, hogy ők uralkodnak a nép fölött. És a hétköznapi életben is szoktuk gyakran mondani, hogy valamire nagyon várunk, mint a zsidók a messiásra. De miért is vártak a zsidók ennyire a messiásra? 3000 évvel ezelőtt az Izraelnek a legdicsőbb királya, Dávid, kapott egy hatalmas ígéretet Istentől, hogy majd az ő utódjai fognak örökön öröké azon a trónján ülni, és Izrael mindig erős lesz. És ahogy megyünk előre a történelembe, ezek az utódok szép lassan elfordultak Istentől, és ezért elmentek a zsidók a babiloni fogságba, asszír fogságba, és teljesen szétszélett az ország, és soha nem volt olyan, mint régen volt. De közben a proféták újra és újra azt az ígéretet tették, hogy eljön majd Dávid dicső utódja, a nagy király, a messiás, a felkent, aki majd megszabadítja a népét. És 2000 éve, amikor Jézus eljött, akkor elmondta a népének, hogy a ti rabszolgatartótok igazából nem a római birodalom, hanem a ti valódi rabszolgatartótok a bűn, ami megkötöz titeket és Istentől elválaszt titeket. És Jézus ezért halt meg a kereszten, hogy ezt a rabszolgatartót ott legyőzze. És nem csak zsidókért halt meg, hanem minden népért és nemzetért, hogy az új szövetséget kinyitsa az egész világ felé. És akik Jézust messiásnak tudják vallani, azok mind megmenekülnek ettől a bűntől, és mind megszabadulnak. Jézusnak a kereszten a feje fölött volt egy tábla, amin az volt, hogy ez Jézus, a zsidók királya. És ő valóban a zsidók királya volt, de a feltámadása után Isten a világ mindenség urává és királyává tette őt. És leült az Atya Isten jobbjára, most is ott van, és onnan fog eljönni ítélni élőket és holtakat, és az ő népét majd bevezetni az Atyának a dicsőségébe. Adventkor mi keresztények, amikor ünnepeljük Jézus első eljövetelét és a megváltásunkat, akkor közben nagy izgalommal várjuk azt, hogy Jézus másodjára is el fog jönni erre a földre. És ha te is Úrnak és Királynak vallod Jézust, akkor bátran ünnepelhetsz velünk, mert nem kell félned majd ettől a naptól, amikor ő jön. De amíg nem ismered őt, akkor még ma dönthetsz, hogy ő a te királyod lehessen. Mert ő be akar fogadni az országába, és ezért halt meg ott a kereszten, hogy téged tényleg befogadhasson oda. Szóval gondolkodj el ezeken az ünnepek alatt.